A pünkösdi lélekvárás jegyében május 20-a és 24-e között tartották a Conspiritu egyházzenei fesztivált három kelet-magyarországi városban, Nyíregyházán, Hajdudorogon és Máriapócson. A fesztivál megnyitóját Nyíregyházán ikonkiállítással kötötték egybe. Az idéglenes tárlatot a Szent Atanáz görögkatolikus hittudományi főiskola aulájában mutatták be az érdeklődőknek. A Conspiritu egyházzenei fesztivál évente ismétlődő esemény, amelyen a nagy magyar történelmi egyházak zenei kultúráját mutatják be. Zenés szertartások, koncertek, előadások, workshopok hozzák emberi közelségbe az isteni zene több évszázados hagyományát. A fesztiválnak minden évben más város ad otthont. A tradíció talajában gyökerező, de az új kezdeményezésekre is nyitott koncertsorozat egyaránt kínál találkozót híveknek és laikusoknak, előadóknak és hallgatóknak. Az idei egyházzenei fesztivál központjában a keleti egyházak énekkari hagyománya volt. Az egyházzenei fesztivál pünkösd vasárnap a Máriapócsi kegytemplomban érseki liturgiával ért véget, melyet Kocsis Fülöp érsek metropolita vezetett. Midőn a magasságbeli összezavarta a nyelveket, akkor szétszórta a nemzeteket. Midőn pedig a tüzes nyelveket osztotta szét, mindenkit egyesülésre hívott. Két eseményt állít egymás mellé ez a liturgikus himnusz, amely jól megvilágítja pünkös ünnepének lényegét. Mikor is zavarta össze a nyelveket a mindenható? Visszaemlékezhetünk arra az ószövetségi történetre, amikor az emberek még mind egy népet alkottak, és aztán összejöttek Sineár mezején, és azt mondták, gyertek, égessünk téglát, építsünk várat, olyan tornyot, amely az égig ér, és szerezzünk nevet magunknak. Az emberek összefogtak, hogy valami nagyot építsenek, a nagy összefogásból olyan alkotás jöjjön létre, amely az égig ér, és ezzel maguknak nevet szerezzenek. Fölismerhetjük a mai ember gondolkodását, amely összefog és nagyokat akar alkotni. Én magam is jártam olyan országban, ahol felhőkarcolók hasítják az eget,
és maguknak nevet akarnak szerezni az emberek. Bizonyára ismerjük azt a nemzetek közötti vetélkedés, hogy ki tud magasabb tornyot építeni, és egyre magasabb toronnyal akarják híressé tenni magukat az emberek. Így volt ez régen is, és az Úristen azt mondja, szálljunk alá, és nézzük meg, mit művelnek az emberek. Mint amikor a felnőtt letekint a gyermekre, aki a homokozóban éppen várat akar építeni, és valami különlegeset, valami nagyot akar alkotni. És ennek a nagy alkotásnak, annak a törekvésnek, hogy saját magának szerezzen az ember nevet és hírnevet, nem lehetett más következménye, mint a széthúzás. Ott Bábel tornyában, amikor építették a bábeli tornyot, akkor az Úristen összezavarta a nyelveket, vagyis, hogy amikor gőgösen próbáltak összefogni, akkor egymás ellen fordultak. És attól kezdve az emberek között a meg nem értés, a másik nem értése uralkodik a földön. Most pedig, midőn a tüzes nyelveket osztotta szét, mindenkit egyesülésre hívott, hogy összhangzólag dicsőítsük a legszentebb lelket. Most, minthogyha az emberiség történelmének a kezdetén egymásnak ellenforduló emberek viszálykodása, minthogyha most helyre került volna. Minthogyha most állna helyre az a rend, amelyet annak idején az Úristen megalkotott. Így is van, mert a megváltás éppen ezt eredményezi, hogy amit az ember a maga bűnével, a maga gőgösségével tönkretett, azt az Úristen a magam üdvösségszerző munkájával, művével helyreállít. És valóban, pünköskor minden helyre állt. Pünköskor eljött az a lélek, akit maga az Úr Jézus Krisztus megígért. Az a lélek, amelyet az ószövetségi proféták és a törvény is megjövendőlt, ahogyan arra Péter apostol pünkösdi beszédében utalt. Beteljesedett az Istennek az akarata pünköskor, a megváltás beteljesült. Lehet, hogy még érzékeljük, hogy bizony a nyelvek között vannak különbségek, és nem csak a különböző nemzetek nyelvei különböznek, hanem még mindig van közöttünk meg nem értés, egymás meg nem értés. Ez igaz. Mégis, a megváltás már megtörtént. A már és a még nem feszültségében élünk, mert tudjuk, hisszük, hogy Krisztus megváltott bennünket, de még nem érzékeljük annak teljességében. Mit tehetünk azért, hogy fölismerjük, hogy a Szentlélek leszállása valóban egybe gyűjtötte a nemzeteket, és közös himnuszra, közös dicsőítésre késztetett bennünket. Vizsgáljuk meg, mi okozta a nemzetek széthúzását. Az, hogy saját maguknak akartak nevet szerezni. Az emberi gőgösséggel az Isten akarta trónján elérni. A pünkösdi leszálló lélekben nem úgy tekint alá az Isten, mint amikor a felnőtt a homokozó gyermekekre tekint, hanem ő maga is leszáll közéjük. Ahogyan Krisztus azzal szerezte meg nekünk az üdvösséget, hogy egy élet közöttünk. Ugyanígy a Szentlélek is pünköskor lehet azt mondani, megtestesül, itt marad, betölti az emberi szíveket, jelen van az egyházban, átalakítja az életeket. Ez a pünkösdi lélek tud egybehívni bennünket. És mit tegyünk azért, hogy ez érzékelhetővé legyen számunkra, hogy ne csak tudjuk, az elménkkel higgyük, hanem valóságos is legyen. Épp az ellenkezőjét, mint a bábeliek. Akik maguknak akartak nevet szerezni, gőgösen fordultak egymás felé és a világ felé. Ha ennek az ellenkezőjét megtaláljuk, akkor leszáll a szívünkbe az egyesítő Szentlélek. Ha a bábeli nyelvzavarnak az emberi gőgösség volt az okozója, akkor a pünkösdi egyesítő lélek az alázatos szívbe tud leszállni. Ha alázatosakká tudunk lenni, ha nem magunknak akarunk hírnevet szerezni, ha az Istennek akarunk dicsőséget adni, akkor a lélek egyre inkább tud bennünk működni. Mit is jelent az alázat? Valami miatt, valamiért
le akarjuk rázni magunkról. Épp az ellenkezőjére törekszik az ember. Szeretne mások előtt kitűnni, mások elismerését kivívni. Szeretné, hogyha mások fölnéznének rá, nem pedig lenéznék őt. Márpedig az alázatos ember éppen, hogy másoknál alávalónak tartja magát. Az alázatos ember föl tud nézni a másik emberre. Az alázatos ember nem bánja az, hogyha mások nagyobbak nála. Az alázatos ember önmagát tartja a legutolsónak, a leghitványabbnak. Másokat mindenkit magánál jobb embernek tart. Ugye ez nagyon nehéz. Pedig nem is lehet másként. El tudom gondolni, hogy hát van nem sok, de néhány ember, 2-3 azért, aki nálam is rosszabb. Vagyis azt mondom, hogy na én náluk azért jobb vagyok. Micsoda gőg ez? Miféle összehasonlítás azt mondani, hogy én egyiknél vagy másiknál jobb vagyok? Lehet, hogy úgy érzem, hogy az életem értékesebb. Sok olyan dolgot teszek, amit a másik nem tesz meg. Akár a jámborságban, akár az emberi áldozathozatalban, akár az alkotásokban. Miért kell nekem azt mondani, hogy mások jobbak nálam, hogy én hitványom vagyok másoknál? Mert ha tudok cselekedni, ha tudok imádkozni, ha tudok áldozatos lenni, másokon segíteni, ez ajándék. Az Istentől kaptam. Engem boldogít. Én tehetem össze a kezemet, hogy ilyen életet adott nekem az Isten. Ilyen karizmákkal, ilyen ajándékokkal halmozott el. Hálás vagyok ezért, nem pedig büszke. Meghajtom a fejem, és nem pedig fennen hordom ezek miatt. Bármilyen értéket találok magamban, az ismerjem föl, lássam be, hogy ajándék, amelyet az Isten azért adott, hogy ezekkel szolgáljak. Hogy ezekkel tegyem értékessé az életemet és mások életét. Dicsekedhetnék ezzel? Szent Pál azt mondja, nem akarok mással dicsekedni, csak gyöngeségeimmel. Ráadásul azt mondja az Úr Jézus, akinek sokat adtak, attól sokat várnak is vissza. Ha fölismerem a magam képességeit, a magam adottságait, akkor azt is látnom kell, hogy milyen sokat kér tőlem az Isten, és ettől még távol vagyok, hogy mindazt teljesíteni tudtam volna. Éppen azért mondom magamat hitványnak, magamat alávalónak, mert nem tudtam még teljesíteni azt, amit az Isten rám bízott. Vagy esetleg, mert nem ismertem föl azokat az ajándékokat, amelyekkel gazdagított. Tegnap fiatalokkal beszélgettünk, és éppen erre világítottunk rá, mindenki ismerje föl, mi az, ami érték benne. Mi az, amit kapott az Istentől. Mi az, amivel el kell neki majd számolnia. Aki azt mondja, ó, hát én nem értek semmihez, nekem nincs semmi adottságom, semmi képességem, az egy hálátlan ember. Mert ő is sokat kapott az Istentől, és talán csak meg akarja úszni, ki akar bújni a felelősség alól, el akar menekülni a feladat elől. Testvéreim, mi, akik itt vagyunk Máriapócson, eljöttünk a pünkösdi szent liturgiára, hívott bennünket az Isten szülő szűz, és együtt énekelünk, együtt imádkozunk, mennyit kaptunk. Ki tudjuk-e fejezni ezt a hálánkat az Istennek, hogy ilyen életet adott nekünk, hogy magyarok vagyunk, keresztények vagyunk, katolikusok vagyunk, görög katolikusok vagyunk. Sokat bízott ránk az Isten, és ez nagy-nagy alázatra kell, hogy késztessen bennünket. Én, mint a magyar görög katolikus egyháznak a vezetője, azt szeretném elérni, hogy ebben legyünk nagyok, az alázatban. Lám az Isten, mennyi ajándékkal, mennyi rendkívüli csodával halmoz el bennünket. Az, hogy metropólia lettünk, az ne gőgösséggel töltsön el bennünket, hanem ébresszen rá a felelősségünkre, hogy ebben kell elsőnek lennünk, az alázatban. Ebben tudunk kitűnni, mert akkor az Isten ajándékai fognak ragyogni bennünk és az életünkben. Ezt várja tőlünk az Isten, és ehhez küldi el nekünk szent lelkét. Mert
Azt mondtam az elején, hogy furcsa módon az emberben van valami viszolygás attól, hogy őt lenézzék, hogy ő alázatosan viselkedjék. És épp az ellenkezőjére akarunk törekedni. Az Isten szent lelke leszáll a szívünkbe, betölti azt, hálássá tesz bennünket, megnyitja a szemünket, hogy észrevegyük az ajándékait, és ez segít majd elvezetni arra az alázatra, amelyben éppen Krisztus mutatott nekünk példát, amikor emberré lett, egy élet közülünk. Ez a pünkösdi lélek vezessen el bennünket az alázatra, az egyesítő szent lélek pedig tegyen tanúságtevőké bennünket, hogy igen, ez az alázat tesz igazán naggyá minket. Amen. A Szent Liturgia után a fesztivál művészeti vezetője, dr. Bubnó Tamás, Liszt-díjas karnagy, énekművész és Seres Tamás ikonfestő, az ikonkiállítás anyagának összeállítója osztották meg gondolataikat. Oh.
1999-ben jött létre a Magyarok Nagyasszonya Egyházzene Fesztivál, ami egy valamilyen módon mégiscsak előzménye, ha nem is teljesen jog elődje, de előzménye volt ennek a konspirítónak, ahol az volt a cél, hogy olyan együttesek lépjenek föl hangversenyeken és liturgiákon, tehát istentiszteleti keretekben is, akik rendszeresen istentiszteleti szolgálaton is énekelnek. Tehát otthon vannak mondjuk az istentiszteleten. Ugyanezt a célt tűzte ki maga elé a Pécsi Egyházzene Fesztivál, amit Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország mostani igazgatója, 6 éve, akkor ugye a Dómnak az orgonistája volt és zeneigazgatója, 6 éve indított el azon a környéken. És igazából ez nőtt most ki országossá, mégpedig egy érdekes ötlet nyomán Bősze Ádám neves riporter és kiváló szakember, muzikológus szakember ötlete volt az, hogy csináljunk egy olyan 4 éves fesztiválciklust, hogy minden évben egy felekezet vagy egyfajta keresztény kultúrkör legyen a fókuszban, és aztán ez évente váltakozik. És akkor fölvetődött, hogy melyik legyen az első. Hát aztán, mint hogy ott voltam a beszélgetésen, mondtam, hogy a bizánci. Hiszen nekünk most nagy jubileumi évünk van, 300 éve kegyhely született, itt Mária Pócson, és hát egyébként is akkor még, mikor erről szó volt, nem tudtuk, hogy már hajdúdorogói metropóliáról fogunk most beszélni. Tehát ezek mind olyan dolgok voltak, ami nyilván egy gondviselés tervezetébe lehetett beillesztve, hogy rögtön rábólintottak, hogy jó, akkor idén legyen a Conspirito Fesztivál, az első Conspirito Fesztivál, Nyíregyháza központtal, a görögkatolikus részeken, mondjuk így, Mária Pócs és Hajdúdorog városokban, valamint legyenek fellépések azokban a városokban, ahol majd a következő években fókuszál a fesztivál. Pécsett, Debrecenben és Sopronban. Ugye nyilván ki lehet következtetni, aki ismeri a felekezeti viszonyokat, hogy Pécsett lesz a római katolikus, Debrecenben a református, Sopronban pedig az evangélikus centruma a következő években, 2016-17-18-ban. Aki ide eljött, az találkozhatott 2 külföldi együttessel, mert az Optina Pustin egy nagyon-nagyon híres, Oroszországban is és külföldön is nagyon ismert énekegyüttes, 9 taggal, köztük a világ egyik legmélyebb hangú basszus énekesével, Vladimir Millerrel, aki egy ráadásul most már tudom egy nagyon helyes és közvetlen ember, és Alexander Semenov, aki vezényelte, és érsekatya megkérdezte tőle, hogy na is, hát milyen gyakorisággal szolgálnak. Nem is értette azt, hát minden nap. Tehát szóval ez valóban az a kultúra, amit ők most itt megmutattak nekünk, Nyíregyházán és ők Pécsett, az valóban egy mindennapos gyakorlatból fakadna. Most ez az egyházzenének a lényege, hogy gyakorlatilag ne teljék el úgy nap, hogy ne gyakorold valamilyen módon, ha más nem, valamilyen istentiszteleti keretben, vagy hogyha nincs rá alkalmad, akkor legalább magadban. És ugyanezt mondható el, nem napi gyakorisággal, de a Kijev kamarakórusról is, akik Kijev, hát szerintem már összes templomában szolgáltak, és máshol is, Lembergben is nagyon sokat voltak, de ezen kívül fölléptek a Carnegie Hallban, a Royal Albert Hallban, tehát olyan nagy kultúrcentrumokban, ahová csak a legelső minőségű együttesek jutnak el. És akkor emellett a 2 nagyon neves külföldi együttes mellett szerepeltek még a magyar együttesek, a Szent Efrém férfikar és a Laudícia kóruscsaládnak több együttese, a kamarakórus is és a gyermekkar is fellépett a Conspirito Fesztiválon, valamint a Szent Atanász kórus, azok a teológus hallgatók és kántorszakos hallgatók, akiket én képezek Nyíregyházán, ugye a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolán, volt még egy nagyon szép ikonkiállítás, és azt gondolom, hogy az előzetes várakozásoknak, az én előzetes várakozásaimnak megfelelő számú, a Filharmónia vezetői által pedig jóval magasabb látogatottságú események jöttek létre. Tehát ők nem gondolták, hogy mindenütt gyakorlatilag telve
voltak a templomok, és nagyon nagy érdeklődés volt, és hát nagyon nagy rokonszenf kísérte a fellépő együtteseket, és hát igazán jót lehetett imádkozni, azt gondolom, minden egyes liturgikus alkalommal, de a hangversenyeken is. Thank you.
Én olyan alkotókat szerettem volna megmutatni, akik még kevésbé ismertek. Úgyhogy hát elsősorban ismerősök, egyetemisták, akikkel együtt végeztünk, illetve hát különböző ikonfestőköröknek a tagjai ezek, akinek a munkái láthatók. De arra a kérdésre, hogy hogy fér meg együtt, igazából azt gondolom, hogy nagyon jól is, hát kiegészíti egymást, és ez a két dolog beszélgetni is tud, mert mind a kettő, az egyházzene és az ikonfestéshez is igazából ugyanarról a dologról szól. Egymástól azt hiszem, hogy elválaszthatatlanok, és hát mind a kettőnek a természetes közege az a liturgia. Na most éppen ezért az talán furcsa, hogy egy koncertterembe vagy egy kiállító térbe jelennek meg ezek az alkotások, vagy hallhatók ezek a művek, de szerintem egy kiállító tér annak ellenére, hogy nem a természetes közege ezeknek az alkotásoknak, talán olyan lehetőségeket is hordoz, amelyeket egy templomtér ugyanakkor nem. Itt volt lehetőségünk bemutatni vázlatokat, rajzokat, amelyek elfelejtjük ugyanmikor talán egy ikonosztást szemlélünk egy templomban, vagy készműveket, vagy egy múzeumban lévő régi ikonokat szemlélünk, hogy bizony addig, ameddig az a mester oda eljutott, éppen úgy, mint az énekes, amikor gyakorol, vagy egy hangszeres gyakorol és készül az előadására, hát ugyanúgy gyakorlatokat végez, rajzokat készít, és bizony sok ilyen rajzot el kell készíteni addig, amíg valaki hát egy komoly alkotó egyéniségé válhat, és hát ezen a kiállításon szerintem szerencsére helyet tudtak kapni ezek a máskor nem annyira szem előtt lévő tárgyak, alkotások is. Oh,
Bizánc mindig a kortársunk. Gyakorlatilag erről van szó. Miért? Mert neki nagyon magas szinten sikerült megteremteni egy olyan egyházi kultúrát, benne a zenei kultúrát is természetesen, de hát a képit is, ami minden nemzedéknek kortársaként tud funkcionálni, ha azt megismeri és megszereti. Tehát én azt gondolom, hogy mert nem egy adott időnek szól, mint ahogy fontosak azok a zenék is, amik egy adott időnek szólnak. Például Cseh Tamást fölhoznám itt. De ő egy adott kornak szólt, sok ilyen van még Tinódi Lantos Sebestyén. Az igazából ezek az emberek azt vállalják föl, hogy ki milyen színvonalon egy adott kornak a rezdüléseit próbálják zenébe önteni. Bizánc meg pont az időből ragad ki. Tehát, hogy nem fontos a kor, mert az csak egy kor, az jön, megy, letűnik, és akkor jön a következő. Tehát, hogy próbáljunk meg egy kicsit az örökké valóságba gondolkodni, ha már hiszünk benne, hogy hogyan is lehetne ezt valamilyen módon hozzászokni ehhez. És én így képzelem el, hogy ugye ezt, amit mondták, az a híres, mikor Bizáncban az oroszok ott voltak, a szlávok, és megkeresztelkedtek, hogy hát amiről beszélnek a papok, a mennyország, az ilyen lehetett. Na most ezt mindig átéli az ember, mikor egy szép liturgián van, és mindig kicsit arcú csapva érzi magát, amikor nem szép a liturgia, mert hát sajnos az is előfordul időnként, és viszont, hogyha nem lesz eléggé közünk a zenéhez, és a zenének a liturgikus és egyházi arcát nem szokjuk meg, hogy az a fő arca, az a legkedvesebb arca, és a minden más az mellékes, az is az arca, de nem az a legfontosabb, akkor gyakorlatilag nem értjük ezt az egészet. Tehát akkor ott állunk előtte, hogy hát miért olyan az az ikon? Szóval most az miért nem ül egy hokedlin Mária, vagy nem tudom, hát vannak olyan szép elképzelések, és vannak, tehát ez a lényeg, hogy vannak, viszont vannak olyanok, amik nem a napi élet rezdüléseit kell, hogy bemutassanak, hanem azon túlmutassanak. És ilyen a kortársunk Bizánc program is, hogy gyakorlatilag ott 6-700 évnek a zenéi vannak egymás mellé rakva, hogy mindenki, aki ott van, az hallgasson bele, hogy azért lehet, hogy nagyon más, meg nagyon különös mondjuk a grúz nyelv, de hát egy kicsit próbálja elfogadni, és hogyha elfogadja, belehelyezkedni, ha belehelyezkedett, akkor pedig egy perc alatt a sajátjának érzi. Tehát ez a lényege a jó egyházi zenének, hogy átáramlik a lelken, és akkor gyakorlatilag mindenkit el tudsz fogadni. De hát így volt ez az utolsó, az indiai szitáros emberrel, aki hát azért mégiscsak egy szúfi, mohamedán hithű férfi, és először én úgy gondoltam, hogy egy koreográfiát csinálunk a hangversenynek, hogy mi elkezdjük keresztények, Agni Parténe, régi Bizánc, akkor ő játszik valami ősi muszlim dallamot, és akkor így közeledünk egymáshoz térben, és megjött Nisát, leszállt a repülőről, 2 óra múlva találkoztunk, azt mondja, hogy te ezt felejtsd el, én itt vagyok, te ott vagy, azt mondja, én nem azért jöttem, azt mondja, másról se szól a világ, mint te ott vagy, én itt vagyok, valamit mondok neked, elfogadod, nem fogadod el? Hát akkor nem nagyon szeretlek. Na és te mit mondasz nekem? Hát ezen még gondolkodom. Hát azt mondja, nem ez, hát mi zenészek, akik tényleg azért jöttünk össze, hogy együtt imádkozunk, hát akkor kezdettől a végéig imádkozzunk együtt. És akkor úgy hirtelen bennem is, hát mondom, igen, volt egy terve, ami lehet, hogy jól hangzott, de nem volt jól kitalálva. És valóban csináltunk egy nagyon szép együtt imádkozós estet. Ez a lényeg.
Önmagában az, hogy az ikonfestészet reneszánszát éli, az szerintem egy nagyon pozitív tendencia. És igazából ez nem, tehát az, hogy olyan ikonokat festünk, és olyan ikonokat várnak el a megrendelők, elsősorban az egyházi megrendelők, amilyeneket, az szerintem egy fejlődésnek a következménye. Ebben benne van az, hogy hogyan tekintünk akár a liturgiára, vagy egyáltalán, hogy felismerte szerintem az utóbbi évtizedekbe a görögkatolikus egyház, hogy igenis vissza kell nyúlnia a gyökereihez, és hát az ikonfestészet, az a fajta ikonfestészet, ami mondjuk a 70-es évektől Magyarországon is ismét kibontakozóban van, az ehhez a valóban régi tradícióhoz, ezekhez a gyökereinkhez való visszafordulásnak a része. Hát az, hogy az otthonokban megjelennek, szerintem szintén nagyon jó dolog. Azt gondolom, hogy egy család életében egy szép ikon az hát nagyon nagy szerepet játszhat. És hogy milyen ikonok kerülnek egy vallásos családba, az meg hát a templomokba éppen úgy, akár iskolákba, ez szerintem nagyon fontos a vizuális nevelés szempontjából azt, hogy hát az a gyerek nem csak azt, hogy mint hívő ember mit fog magába szívni ennek a képnek a kapcsán, ami például egy családi ház falán függ, hanem azt, hogy ő vizuálisan is formálódik ezáltal, és a templomokba elhelyezett képek által, és úgyhogy nagyon fontos azt gondolom arra odafigyelnünk, hogy milyenek ezek az ikonok, hogy jó ikonok kerüljenek mindenhova. Fülöp atyának volt egy írása, a görög katolikus szemléletbe jelent ez meg, hogy vannak-e rossz ikonok, ezt taglalja. És hát igen, vannak valóban olyan ikonok, amik első ránézésre ikonnak, vagy a laikus számára ikonnak tűnnek, és azt gondolom, hogy fontos, hogy erre is felhívjuk az emberek figyelmét, hogy nem minden az, aminek látszik. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos dolog, hogy olyan festőket neveljünk, akik megfelelő, hát hogy mondjam, iskolával rendelkeznek ahhoz, hogy majd megfelelő ikonokat készítsenek. Az, hogy vannak olyan családok vagy gyűjtők, akik ezeket a tárgyakat nem vallási eszköznek, nem a hit eszközének tekintik, hát az már az ő egyéni problémájuk vagy szabad választásuk, de hát nyilván vannak olyan emberek és gyűjtők, én magam is ismerek ilyet, aki pusztán az esztétikai értéke miatt gyűjti ezeket a képeket. És hát az esztétikához kanyarodva még egy nagyon érdekes dolog, amit megemlítenék, hogy sok fiataltól hallottam azt, hogy valójában nekik ezeknek a régi bizánci ikonoknak a nyelve az ő világnézetükhöz, az ő művészethez való viszonyukhoz nagyon közel áll, és ezért tudják szeretni ezeket a újra feléledő, modern, régi bizánci stílusú képeket, mert azt mondta, hogy olyan absztrakt, és hogy ez az absztrakt jelleges tetszett nekik, az egyszerűsége talán sok embert meg tud fogni. Úgyhogy törekedni kell a jó művészet létrehozására, de éppen úgy a zenébe is. Megint csak érdekes, hogy aki egy bizonyos tanultsági fokon túl lép, ugye először, mikor én is elkezdtem bizánci jellegű egyházzenét hallgatni, nem tudom, én középiskolás koromban mondjuk, akkor először a polifónia, vagy ezek a nagy orosz kórusok voltak, amik megfogtak. Ugyanúgy, mint a festészetben, talán a barokk az, ami elsőre jobban megfogja az embereket. És ahogy egyre többet hallunk, egyre többet látunk, én is a zenébe jutottam arra, hogy hát akkor inkább az egyszerűbb, akár a Gregoriánnak az egy szólamusága, ha nyugaton járunk, de akár a görög-bizánci egyházi éneknek a letisztult formái azok, amik most már közelebb állnak hozzám, azt gondolom. Into the deep, never so deep.
Господь!